Vannak olyan növényi részek, amelyek zsírokat, olajokat tartalmaznak. Ezeknek a kémiai anyagoknak a felépítésére jellemző, hogy glicerinnek, zsírsavakkal és olajsavakkal alkotott észterei. A glicerinnek mind háromértékű alkoholnak a hidroxil csoportjait zsírsavak vagy olajsavak észteresítik. Abban az esetben, hogyha olajsavak kapcsolódnak észterkötéssel az OH csoporthoz, akkor ezek az olajsavak telítetlen kötéseket tartalmaznak, emiatt az olajok szobahőmérsékleten folyékony halmazállapotúak. Biológiai jelentőségük például a különböző vitaminoknak oldószerei lehetnek. Ilyen olajos magvak, mint például a dió, ebben vizsgáljuk meg szövettanilag, hogy hol található a zsír, illetve az olajcsepp. Szudán festéket használunk ehhez. A kísérletnek a menete a következő. Először a dióból megpróbálunk nagyon vékony metszeteket készíteni. Metszet készítésnél nagyon fontos az, hogy egy határozott mozdulattal készítsünk egy vékonyka kis metszetet. Ezek után ezeket a metszeteket szudán festékbe teszem. Öt-tíz percig áll ebben a festékben. A szudán festék az olajokban található apoláros oldalláncokhoz kötődik, és mint látható, piros színű festék. Ezért a metszeten, ahol olaj található, ott erősebben festődő piros foltokat fogunk látni. Tehát 5-10 perc áztatás után ezek a metszetek ilyen piros színűek lesznek. Utána teszem át etanolba. Az etanollal kimossuk a felesleges festékanyagot. És ezután tárgylemezre helyezzük a megfestett metszetet. Lefedjük fedőlemezzel. És az így elkészített metszetet mikroszkóp tárgylemezére helyezzük. Így a mikroszkópban látható kép jobb oldalán, ahol elég vékony a metszet, jól láthatóak a pirosan, vörösen festődő apró kis szemcsék. Ez jelenti azt, hogy itt a sejtekben, sejtnedveltelt üregekben olaj található, és az apoláros oldalláncokat megkötötte a szudán festék.